Idén az online térben rendezték a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutató Központjának tudományos ünnepségét. A névadóra emlékezve 9. alkalommal adtak át díjakat a Szent Ágotai napon. Az eseményt Fedeles Tamás rektor helyettes nyitotta meg, beszédében hangsúlyozva a kutatóközpont eredményeit. A 2012-ben alapított Szent Ágotai János Kutatóközpont a PTL nemzetközileg is látható tudományos kiválósági központja, amely keretei között napjainkban 21 kutatócsoport, több mint 200 kutatója dolgozik. Egy csodálatos épület falai, amely Bachmann Zoltán és csapata tervei nyomán készült el. E falak között a kutatásfejlesztés és az innováció a szerteágazó nemzetközi kapcsolatrendszerrel párosulva azt gondolom, hogy garancia, hogy a kutatási eredmények társadalmi hasznosulásra találjanak. Büszke vagyok az itt jelenlévő kutatói közösségre és arra a teljesítményre, amit itt elértünk az elmúlt 8 év alatt. Nem volt könnyű 8 évünk, de azt gondolom, hogy nagyon jó úton haladunk, és az a kritikus kutatói tömeg, aki itt összegyűlt, és az az irány, amelybe haladunk, a felfedező kutatásoktól, az alkalmazott kutatásokon keresztül a kutatásfejlesztésig, az az orvosbiológiai fókusszal tulajdonképpen egy kicsit tágabb interdisziplinális területen nagyon jó irány. Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára az aktualitásokra is kitért. Ez az egész intézmény 8 éve működik, és talán az egyik legkarakteresebb egysége a víruslaboratórium. Nagyon sok próbálkozás volt a tekintetben, hogy ők helyzetbe kerüljenek, és egész jó sikereket is értünk el, de őszintén be kell vallani, hogy a koronavírus adta meg azt a helyzetet, amikor ők arra a szintre emelkedtek, ami igazából nekik kijárt. Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Szent Ágotai napon tartott előadásában hangsúlyozta, kiemelkedően fontos a hazai orvosegyetemek összefogása. Az ünnepségen átadták a Szent Ágotai és Junior Szent Ágotai díjakat. A Szent Ágotai díjat dr. Pongrácz Judit, a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerészi Biotechnológiai Intézet professzora, a Szent Ágotai János Kutatóközpont VNT jelátviteli és biotechnológiai kutatócsoportjának vezetője vehette át. A Junior Szent Ágotai díjat dr. Kovács Öller Tamás, a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpont tudományos munkatársa, a Szent Ágotai János Kutatóközpont retinális neurobiológiai kutatócsoportjának tagja kapta.